Pull up! Pull up! Biztos neked is leszett a sebességet, amit megérintetted az ekket. Nem tudom. 200-al tettem le a dekre. És még a levegőn nyitottam a fékernyőt. És akkor milyen állásszöge van az orrnak 200 km per óránál? 30. És nem ért le a falra? Nem azt figyeltem. De azt hiszem, hogy 200-nál még nem ér le a part a kávé. Le lehet menni 180-ig tempóval, de akkor már leér. Azért mentem ilyen 200-210-el. De onnan még akkor egy 150 km-t át kell lassulni. Ami a vészféket meghúzva, meg a... Tehát kint van fékszány, meg a törzsféklap is, tehát úgy szoktam beutatni. És megállt. Fékernyő, ugye? Sokat számít. De a lényeg, hogy majdnem porozzon a tankod. Bizony. Hány kilométer vagyok Uzi, szóval most dobtam fel reket. Na látom egyébként, szerintem itt van egy olyan 15 kilométeren belül. A tippem szerint. Nem állok le méregetni, mert addig lezuhanok általában, mire neki állok térképen méregetni. Nekem mutatja a füstöt, egy idő után elfelejt füstölni, miközben változtatja a helyét a kuzi. Jaja. De nem próbáltam egyébként ezt az beszállni, hiszen ugye nem voltam, hogy le lehet felszállni. De aztán igen. Tehát elsőre sikerült, úgyhogy nem egy nagy kihívás. A nagyobb kihívás az az volt, hogy amikor megállt rajta, akkor így megmosolódott a MiG-21. Így, neki állt, megfördült, és így fékezhetetlenül legurult róla oldalra, de közben pattogott rajta. Ráadásul. És akkor rájött, hogy úgy kell megállni, hogy mielőtt megáll, rá kell nyomni egy ilyen félgázt, és akkor a gázba kell tartani széllel szemben. Eléggé bagos. Na, megint nem fogott meg. Túl gyorsan tettem eszemből. Pedig azt hiszem, ezzel a frissítéssel én már letettem, vagy kivették a játékból. Közben jövök én is. Elég közel vagyok már, még szerintem, hogy belefér neked egybe. Én nem tudok holdingolni. A Bob úgy lesz. Hát tiéd a terep, és már látlak. Gunnal nem semmi. Irányítottam a rakétát, baszottam. Nem vagy túl alacsony a deckhez. Jó, ne válaszolj, ne. Foglalkozz a leszállással.
Meg vagyok, nem vagyok. Jó voltam, elfelejtettem, hogy csak egy ernyő van. A másik az a hátamon volt. Hát a kuzin tankoláskor miért nem adott új ernyőt? Nem tudom. Lehet, hogy adott volna, csak meg sem próbáltam kinyitni. De nyitva volt hátul a rekesz, úgyhogy nem hiszem, hogy volt benne új. Lehet, hogy adott volna, de amikor mondta, hogy a tankolásra megvan, akkor én már szúrtam be a gáz, hogy legyek ott, úgyhogy nem vártam meg. Lehet, hogy a rearming után kapott volna ernyőt is. Aki ott előttem van, nagyon alacsony a maradekhez szerintem. Most már jobbnak tűnik, most meg magasnak.